A 11-es csoport egy színházi és filmes csoport, akik egy új előadásukban egy igen nehéz, de egy egész társadalmat érintő dolgot dolgoznak fel, a kábítószer függőséget. Az előadás mélységét vizuális és audiovizuális effektekkel tették még hitelesebb és befogadhatóbbá. Vendégeink Radnai Márk, a darab rendezője, Bakonya Alexandra színésznő és Cserenátó látványtervező. Sziasztok! Sziasztok. Ez fontos, hogy elmondjuk, hogy a 011-es csoporttal mi is dolgoztunk az Ivánnal. Veled ez az előbb említett mizantrópot. Elő voltak itt mizantróposok az Alánia. De az nem az volt. Az nem az volt, de mi mondtuk, hogy mi is csinálunk egy mizantrópot, és arról volt szó. Viszont most beszéljünk erről, hogy most mindjárt a Bárkán bemutatótok lesz. Így van. És hogy mit jelent ez, hogy a kábítószerfüggőséget dolgozzátok fel? Hát volt egy előadásunk már a Bárka Színházban, a Kutyaszorítóban, amit úgy kezdtünk el csinálni, hogy akartunk valami olyat, amihez még nem nyúlt senki. És akkor vettünk egy ilyen kultikus gangsterfilmet, egy Tarantino filmet, és hogy lehet ezt színpadra adaptálni. És akkor az is egy kihívás volt, egyébként ez még megy a Bárka Színházba. És utána gondoltuk, hogy valami más témához kéne nyúlni, de akkor sem valami megírt darabra gondoltunk, hanem valami társadalmi problémával foglalkozni, nem tudom, taxis történetekkel, hajléktalanokkal, vagy valami olyan téma, ami nehéz. És eszünkbe jutott, hogy erről a témáról nem készült olyan színházi adás, vagy nem láttam olyan előadást belőle, ami igazán érintette volna lényegileg ezt a problémát, miközben ez egy fiatal csapat, és óhatatlanul azért ez a fiatalok körében, Budapesten, meg hát egész Európában ez egy elég komoly probléma. Miért akarod érinteni ezt a témát? Tehát ezt meg akarod mutatni, hogy gyerekek, ez van, vagy azt akarod, hogy ebből hogy lehetne kiút, vagy milyen rossz tud lenni? Tehát, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni? Egyszerűen több oldalról érdekes téma. Az egyik, hogy lehet ehhez nyúlni. Szóval tele vagyunk olyan filmekkel, kultikus filmekkel, amikre emlékszünk. Szóval nagyon jó filmek. Requiem egy álomért, Trainspotting, tudjátok. Szóval, igen, hogy reszketés. Igen, de szóval mindenkinek vannak szóval olyan élményei filmekkel, amik így meghatározóak. Hogy lehet ebből valami újat csinálni? És... az egyik, hogy teátrálisan, szóval vizualitásában nagyon izgalmas olyan témával foglalkozni, ami valami pszichedelikus dolog. Uh-huh. És a tudatalattiról szól, transzcendensről, valami függőségről, valami vágyról, valami pótolandó dologról, amiért emberek űzik magukat, mennek előre, és élményhajhászat van benne. Szóval maga a téma az izgalmas, mind vizuálisan, mind teátrálisan. De Renátó, akkor te beszélj arról, hogy vizuálisan, ugye tehát azért fontos, mert hogy mondjuk lényegében a kábítószeres képzeteket meg tudjátok úgy mutatni, ahogy... Hát van rá lehetőség, tehát itt ez nem egy ilyen öncélú dolog lesz, hogy most akkor így vizuálisan egy ilyen hatalmas dolgot így bevetítünk, és stb. Hanem egy ilyen, hanem erre van most lehetőség, tehát hogy a témához normálisan kapcsolódhat ez a dolog, és nem csak azért, mert hogy mi akarjuk. Megnéztem ezen a weblapon, hogy vannak ilyen hetente föltettetek dolgokat, hogy éppen hogy álltok minden héten, és akkor az egyikben te bemutatod, hogy fog kinézni majd a látvány, és hát ez nagyon fantasztikus. Ott meséltél, hogy egy srácot megkértetek, hogy aki ilyen épület világító. Bordos Zsolt, ő egy, lényegében azt mondhatjuk, hogy egy világhírű architektuális vetítés. Architektuális vetítéssel foglalkozó. Az épületekre. Igen, biztos láthatok olyan, hogy épületek meg vannak vetítve, igen. És azt térhatásnak látja az ember, és Dubajtól, New Yorktól, Mexikótól, szóval bejárta a világon, és amikor elkezdtünk dolgozni ezen a témán, akkor írtunk neki egy e-mailt, hogy nagyon szeretnénk valami hasonlót csinálni, és akkor, hogy tudna ebbe segíteni, kit ajánl, és akkor mondta, hogy mi lenne, hogyha ezt ő csinálná. Pedig az elmúlt 10 évben nem volt egy hónap szabad ideje. De hogy ez annyira érdekelte. És azt mondta, hogy elolvasta a szinopszist, a témát, hogy mennyire komolyan foglalkozunk vele, miknek néztünk utána, milyen... Csak mint színésznő meg szeretném kérdezni, hogy az egészben milyen volt részt venni? Gondolom kicsit ilyen improvizatív jellegű volt, hogy készültetek, nem? Sok improvizáció volt, meg rengeteg érzetfelidézés. Tehát, hogy ezt nem lehetett és nem lehet megkerülni, hogy 2 hónapja gyakorlatilag tényleg rosszul kell lenni fizikálisan nagyon sokat. Tehát, hogy tök tudom, király. Hogy fej volt. És akkor, ez jó volt. De reggel tisztom, fájni fog a fejem most 2 órán keresztül, és arra kell gyúrni meg ezek. Tehát, hogy de miért?
Hát állapot. Tehát, hogy úgy csinálj, mint a rossz, tehát ezt nem de miért kell rosszul lenni, mert hogy a drogokról van szó, hát, és hogy van rosszul? Igen, az elvonási tüneteknél iszonyat fájdalmak mennek keresztül fizikálisan. Amik jöttek emberek, akik bemutatták, azt hiszem minimum egyet láttam, de talán többen is, akik elmondták, hogy milyen a drogozás, nekik milyen tapasztalatai voltak, stb. Egy, de nem kell feltétlenül válaszolni, nem akarsz. Neked van-e valami tapasztalatod erről, hogy körbejárt egy füves cigi főiskolán, nem tudom, tehát el tudod képzelni, vagy voltak is erősök. Dehogyis, Iván, hát nézd rá! Várjál már, majd akkor te mondod, hogy dehogyis, ennek kérdezem, mi az igaz. És vagy ismersz olyan embereket, akik belecsúsztak ebbe, illetve mennyire ütött meg az, ez a másik kérdés, mennyire ütött meg az, hogy amikor találkoztál egy ember, hogy úristen, tényleg, hogy miket mesélt, és ezt nem is gondoltam volna, hogy ilyen dolgok lehetnek. Hát komoly drog problémával nem találkoztam, viszont nagyon a környezetemben nem ritka a drogozás, sőt, tulajdonképpen sőt, természetes, nem? Azt kell, igen, hogy mondjam. Úgyhogy igazából hát ez kicsi kamaszkortól kezdve jelen volt osztálytársaknak végignézni a személyiség fejlődését, vagy nem fejlődését ettől, szóval hogy ez azért jelen van. És találkozni egy ilyen emberrel, aki ezt elmondta, hogy neki milyen volt? Hát ez döbbenetes volt. Szóval hogy ott ültünk 3 órát, és azt éreztük, hogy akkor most így elkezdődött a beszélgetés, és még ebből egy ilyen 3-4-szer ennyit el tudnánk viselni. Arról még beszéljünk, hogy azért az alaptörténet, az hogyan is kapcsolódik az ószhoz. Igen, mert rengeteg mindent olvastunk és néztünk ezzel kapcsolatban, és hiányzott valami alap, szóval, hogy kellett valami dramaturgia alap, amire fel lehet fűzni, és egy estén szóba jött, hogy mi lenne, hogy az óza csodák csodája, és hogy mi történt Dorkával Kansasben, amíg azt képzelt, hogy Smaragdvárosban van, ezt a spákarcsi operatőre dobtuk fel, és hogy egy kis filmet akartunk csinálni, és elkezdtünk gondolkozni, hogy lényegében, ugye azt a történetet tudjuk, hogy ő mit álmodik, szóval mi ez a pszichedelikus világ, ahova aztán visszavágyódik a második könyvbe, de hogy mi történt valójában ebben a házban. És ez elkezdett minket foglalkoztatni, és ahogy elkezdtük elemezni magát, az eredeti történetet, hihetetlen párhuzamokat. Szóval lényegében nem kellett változtatni a szövegen, hogy ebben a környezetben, amit használunk, ez meg tudjon jelenni. Tehát lényegében végigmegy, mint egy mesében az egész óza csodák. Te, mint rendező, vagy amiért az egészet kitaláltátok és akarjátok csinálni, mi lenne a legjobb, ha én elmegyek, mint néző, és mit kapok, kijövök, és mit kapok, mit mondok a Patriciának, hogy vagy hogy... Hogy senki nem akart se rábeszélni, se lebeszélni valamiről, de azt a fajta... nincs moralizálás. Nincs, sőt, ki van forgatva minden benne, szóval... Igen, senki nem akart rábeszélni. Igen, hanem azt a fajta függőséget, de nem a drog, tehát bármi, az lehet munkamánia, gyógyszerfüggőség, szerelem, bármi, amire az ember, sport, szóval, hogy az ember mindig rá valamire, és ezt kényszeresen csinálja, hogy miért okoz szorongást az emberben, hogyha az ember, szóval, hogyha felfedezzük azt, hogy lényegében tartalma már nincsen a dolgoknak, hanem csak az élményhajhászat, vagy hogy haladjunk előre, és történjenek a dolgok, de valóban nem tudunk megállni egy pillanatra és körülnézni, és a környezetünkbe a saját barátainkat, vagy a családunkat, vagy a szeretteinket meg, de ez most nem ilyen, cukormászba akarom mondani, de tényleg, szóval a legvégéig egy másfél órás iszonyú flash és trip és minden, és a végén utcán találják magukat, és azt érezzük, hogy hát volt benne sok kaland, de tartalmilag sok minden nem történt. Aha. Miért jó a márkal dolgozni? Te már nem először, nem másodszor dolgozol a márkal. Tényleg ilyen, tehát ilyen alkotási folyamat van. Tehát gyakorlatilag összeköltözünk, együtt élünk, és akkor így utána... Utána így, amikor alakul mondjuk a szöveg, mert úgy alakulnak a helyszínek, vagy alakulnak, tehát hogy még nem tudtuk az elején, hogy akkor most akkor mi lesz, de egy WC-nek biztos, hogy kell lenni, tehát ez egy ilyen kultikus dolog, és akkor abból, tehát hogy ilyen beszélgetésekből, rajzokból alakulhatnak akár jelenetek is, tehát itt más te esetben... Színészként ezt szeretted, ezt belekerülni egy ilyen közös alkotó folyamatba, és nem azt, hogy megmondják neked, hogy jobbra vagy balra ki? Hát... Szeretted. Mert ez mindenképpen jó. De én mondjuk például azért szerettem nagyon a márka dolgozni, mert tehát kicsit olyan volt, mintha visszatértem volna a főiskolára, tehát hogy egyáltalán nem az. Szó szerint visszatértél a főiskolára. Főiskolán csináltuk ezt a darabot, és még most majd máshol is fogjuk tudni, és összejön a Jurányiban, de nektek meg nagyon sok sikert kívánunk, és sok-sok nézőt, és olyan
Az, aha, esetleg az fontos, hogy ezt kik nézik, vagy ez tényleg 20 éves kortól? Szerintem, mint a kutyaszorítóban, szerintem többnyire fiatalok fognak jönni. Szóval nem fogják azt érezni, hogy drogprevenciós előadást látnak, hanem remélem, hogy nem ilyen érzésük lesz. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.